Mai videómban egy villámgyors alapszintű bőrlágyítási technikával fogunk megismerkedni. Amikor bőrlágyítást, kisimítást végzünk, mindenképpen kompromisszumot kell kötni. El kell döntenünk, hogy azt a fotót hova szálljuk. Ha egy profi retusor kezébe adjuk, akkor ne ezt az eljárást használjuk. Ha viszont a Facebookra akarjuk feltölteni a fotónkat, vagy családon belül odaajándékozni valakinek, akkor érdemes ezt az eljárást is elsajátítani. Természetesen mielőtt bármilyen bőrlágyítást végeznénk, tüntessük el a feltűnő pattanásokat és bőrhibákat. Én ezen a fotón már megtettem. Ha ezzel megvolnánk, akkor a háttér rétegünk lemásolásához egyszerűen nyomjuk le a Ctrl-J billentyűket. És ezen a lemásolt rétegen fogunk tovább dolgozni. Ezután a menüsorból válasszuk a Filter, Blur, Gaussian Blur parancsot, és a megjelenő párbeszéd ablakban a rádiusszal, tehát az életlenítés sugarával fogunk egy kicsit most játszadozni. Ha teljesen balra húzzuk, akkor ugye az eredeti képet látjuk, és fokozatosan jobbra húzva állítjuk be a megfelelő homályosságot. A lényeg itt, ugye minden fotó más és más, a lényeg az, hogy addig húzzuk a csúszkát, amíg azért az arcvonások felismerhetőek, a szemöldök, szem, orrjukak, én itt a 30,5 pixelnél maradok. Ezután, ha ezzel meg vagyunk, akkor kattintsunk az OK gombra. Most pedig a Layers panelen a homályos réteg átlátszatlanságát csökkentsük, tehát ezt az opacity-t csökkentsük mondjuk 50%-ra. Ezzel meg is volnánk. Ezután az Alt billentyűt lenyomva tartva kattintsunk az Add Layer Mask ikonra. Ez egy fekete maszk mögé rejti a kép életlenített változatát, vagyis a képünk most ugyanúgy fog kinézni, mint amikor megnyitottuk. Fontos, hogy az előtér színünk az fehér legyen, és válasszunk egy közepes méretű lágy ecsetet, lágy szélű ecsetet, keménység az 0 lehet, de egyszerűen itt is beállíthatjuk, az Alt gombot nyomjuk, és hozzá az egérnek a jobb gombját, akkor egyszerűen be tudjuk állítani a megfelelő ecset méretet. Fontos, hogy itt a fönt, a vezérlő sávban az ecsetünk átlátszatlansága az azért 100%-os legyen. Ráközelítünk a képre a Ctrl plusz lenyomásával, és elkezdjük szépen átfesteni a bőrünket. A homloknál érdemes vízszintes vonalakat húzni, illetve azzal festeni, mert a homloknak a textúrája, mintázata az általában ugye vízszintes vonalakból áll. És folyamatosan játszunk az ecsettel, ha már itt a szemöldök alatt vagyunk, akkor kisebbre veszük. Fontos, hogy ennél az eljárási technikánál kihagyjuk a szemöldököket, a szemet, az orrjukakat, az ajkakat, hiszen azokat nem szeretnénk életteleníteni, homályosítani, csak a bőrfelületet, pórusait. Ez egy rendkívül gyors bőrlágyítási technika. Természetesen majd a későbbiek során megismerkedünk több profibb, úgymond profibb bőrlágyítási technikával is. Nem fejezzük be, vagyis nem hagyjuk abba az arc végeztével, hanem a többi kilógó bőrfelületet is lágyítjuk, hiszen így lesz tökéletes az összhatás. Én még a fület szerintem kihagytam, ezt is egy kicsit élettelenítjük. Ha gyorsan ellenőrizni szeretnénk, hogy nem hagytunk-e ki semmit a lágyításból, akkor váltsunk a Layers panelre, és az Alt billentyűt lenyomva tartva kattintsunk a felső réteghez tartozó rétegmaszk bélyeg képére. Ekkor a tényleges réteg
maszkot fogjuk látni, amelyre festettünk, és azokon a területeken, amelyeket nem lágyítottunk meg, azok feketével jelennek meg. Ebben az esetben én például ezt a részt is kihagytam. Egyszerűen csak itt a rétegmaszk bélyek képén át fogom őket festeni, meg itt a nyakból is egy kicsikét. Így. Ezeket a részeket hagytam ki. Itt a szemöldök. Nagyjából. Tehát meg is volnak. És ha megint megnyomjuk az alt gombot, és a bélyek képre kattintunk, akkor visszakaptuk a képünket. Ezután, ha ezzel meg vagyunk, érdemes egy kicsit leellenőrizni. A szemet kikapcsoljuk, ilyen volt, és ilyen lett, ilyen volt, és ilyen lett. Ezután természetesen most fogjuk visszanyerni valamennyit a bőr textúrájából és részletgazdagságából. Csökkentsük a retus rétegünk átláthatatlanságát legalább úgy 35%-ra mondjuk. Ez teljesen jó lesz szerintem. Ne feledjük el, hogy minél alacsonyabb a rétegünk átláthatatlansága, annál többet fogunk majd visszanyerni a bőr eredeti textúrájából. Ha most megnézzük a képünket, és úgy találjuk, hogy több textúrára lenne szükség, ezt meg is ellenőrzöm, mondjuk érdemes még azért is kicsit részletgazdagabbá tenni, mert ezért azért egy kicsit túl természetellenes, akkor most egy igen népszerű eljárással fogjuk utánozni a bőr mintázatát. Először is kattintsunk a Ctrl billentyűt lenyomva tartva egyenesen az élettelenített réteghez tartozó rétegmaszkunk bélyek képére, hogy kijelölésként betöltsük majd a maszkot. Ezt követően hozzunk létre a Layers panelunk alján a Create a New Layer ikonra kattintva egy üres réteget, majd a menüsorba az Editből válasszuk ki a Fill parancsot, és a megjelenő párbeszéd ablakban hagyjuk ezt, válasszuk ki az 50%-os szürkességgel töltse ki, maradjunk normál módban, és ha ezzel meg vagyunk, nyomjuk meg az OK gombot. Ezáltal egy szürke festékkel töltötte ki a kijelölésünket. A kijelölésünket még ne szüntessük meg. Ha ezzel meg vagyunk, akkor a menüsorból, a filterből válasszuk ki a Noise, Add Noise parancsot, és a párbeszéd ablakban a mértékmezőbe írjunk be legalább egy 2,5 és 3% közötti értéket, mert itt egy csúszkával lehet kísérletezni, akkor már nagyon nagy zajt adunk a képhez. Szerintem ez a 2,5-es érték teljesen megfelelő. Fontos, hogy a kép eloszlási típusaként, tehát itt a distributionban a Gaussian legyen kijelölve, illetve hogy monokróm legyen, és ezután kattintsunk az OK gombra. Most már megszüntethetjük a kijelölést, egyszerűen a Ctrl-D billentyű parancsal ezt meg is tettük. Ne ijedjünk meg, még nem végeztünk. Egyszerűen átállítjuk itt a rétegnek a keverési módját normálról Soft Light-ra. Szerintem ez teljesen jó. Le is ellenőrizhetjük, hogy az altot megnyomjuk, és az eredeti háttérrétegre kattintsunk, akkor ilyen volt, és ilyen lett. A Soft Light egyébként teljesen jó, de kipróbálhatjuk az Overlay összhatás móddal is. A Soft Light és az Overlay között az a különbség, hogy a Soft Light finomabb, az Overlay pedig teljesebb textúra hatást eredményez. A Soft Light ebben az esetben szerintem teljesen megfelelő. Ezzel készen is vagyunk. Megnézhetjük, hogy ilyen volt az eredeti képünk, bele is nagyítok, és ilyen lett. Ilyen volt. Ilyen lett.